A bringatúrának közel 60 résztvevője volt, köztük sok gyerek. A szeles időben Dunaszerdahelyről Vásárútig majd visszakerekeztek. A szervezők összekapcsolták a sportot, a kultúrát és a gasztronómiát. A rendezvényel bekapcsolódtunk a Közép-Európai Alapítvány Napforduló a Dunán projektjébe is, mivel az érintett települések a Tőkési ág mentén találhatóak, és szerettük volna erre a projektre is felhívni a figyelmet, és ugye propagálni a csalóközi régiót azzal, hogy használjuk ki a lehetőségeket, és használják az emberek a kerékpárutakat, tehát szerettük volna felhívni az aktív pihenésre a figyelmet. A polgári társulás tavaly októberben elindított egy ingyenesen letölthető mobil applikációt, amelynek célja, hogy a régió kerékpárútjait igénybe vevő bicikliseket minél több információval lássák el. Első körben a kerékpár útvonalakra fókuszáltunk, a közeljövőben szeretnék ezt az applikációt továbbfejleszteni, igazából szeretnénk bővíteni a térség látnivalóival, szálláshelyeivel, éttermeivel és egyéb szolgáltatásokkal, amelyek megtalálhatók a régióban. A mobil applikáció fejlesztése mellett a Kukkóni a polgári társulás további tervei között újabb kerékpáros rendezvények szervezése is szerepel.